Ünnepélyes keretek között újabb fejlesztéseket adtak át Felsőnánán, ahol 750 méter hosszan, csak nem 20 millió forintból újult meg az Ady Endre utca. A település az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések című pályázaton nyert forrást az útfelújításhoz, ami most már lehetővé teszi a biztonságos közlekedést, mondja a polgármester. Felsőnánán azért el lehet mondani, hogy szinte az összes útszakasz elég elhanyagolt, leromlott állapotban van, és ez az útszakasz volt az, amelyik leginkább rászorult a felújításra. Többször volt már olyan, hogy a személyautóknak az alja leért az aszfaltos úton, akkora lyukak voltak benne, most szerencsére most már úgy tudnak menni, hogy hangjuk sincsen szinte az autóknak. Kölesden a Kismegyeházában, amely jelenleg művelődési intézményként funkcionál, 35 millió forint értékben történtek fejlesztések. A munkálatok során kicserélték a belső nyilászárókat, illetve a villamos rendszert, továbbá a csaknem 50 éves vizes blokk újult meg. A magyar falus pályázatok, vagy bármilyen pályázatok nem lennének egy ilyen kis településnek, mint Kölesd is, amíg csak 1500-an lakunk, akkor nem tudnánk, nem ilyen nagyságrendűt, még kisebbet se tudnánk fejlesztésre fordítani, nincs annyi pénzünk. Ezek nagyon jók, ezek a pályázatok. Az ünnepélyes átadókon Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár, Tolna megye 2. számú választókerületének országgyűlési képviselője is jelen volt. Ő elmondta, a kormány elhivatott a magyar vidék fejlődése mellett. Remélem azt, hogy ezek a fejlesztések is hozzájárulnak a kis települések életkörülményei a javításához, illetve az itt élők valóban úgy érzik, hogy a kormány odafigyel rájuk. Az idei évben a Magyar Falu Programban összesen 250 milliárd forinttal támogatja a magyar kormány a kis településeket.